A városháza helyett a városüzemeltetési iroda egyik szobájába költözött a város kamerarendszerének vezérlője. Itt a szorgos munkatársak figyelik egy számítógép segítségével, hogy minden rendben zajlik-e a város területén. Városunkban a központi területek térfigyelőkamerával történő megfigyelések 2015-ben indult kísérleti jelleggel, 2016-ban két ütemben bővült a térfigyelőrendszer, egyszer 15, majd 6 darab kamerával, így a 2016-os év végére a kamerák száma elérte 25 darabot. 2017-ben a 10 kamerás bővítéssel a térfigyelőrendszer 35 kamerával üzemelt. Mivel a térfigyelő kamerák száma egyre csak gyarapodott, ezért a háttérrendszert is fejleszteni kellett annak érdekében, hogy a rendszer ne omoljon össze. Minden történést rendeltetésszerűen tudjon rögzíteni. A kamerák magas száma miatt szükséges volt az átjátszó antennák és a rögzítők cseréje nagyobb teljesítményűekre a rendszer stabilitása érdekében. Ez a fejlesztés a rendszer stabilitásának a biztosítása mellett a későbbi bővíthetőség feltételeinek a megteremtése miatt is szükségessé vált. A központ fejlesztésére 2,5 millió forintot fordítottunk. A kamerák figyelik a kritikusabb szemétlerakók környékét annak érdekében, hogy visszaszorítsák az illegális hulladék elhelyezést. Védik a közterületeken található önkormányzati vagyont, emellett pedig a rendőrség bűnüldöző tevékenységét is nagyban segíthetik a kamerafelvételek.